Az előző bajnokságban elért második helyet követően úgy vágott neki negyedik NB2-es szezonjának a Sunshine Nyikse, hogy a végelszámolásnál legyen ott az élmezőnyben. Az elmúlt évekhez hasonlóan tanulmányi és munkahelyi okok miatt ismét voltak távozók és persze érkezők is, így Kovács Tibor edzőnek részben új csapatot kellett építenie. Az viszonylag hamar kiderült, hogy négy csapat, a Cegléd, a Szolnok 2, a Deac Campus Fesztivál és a Nyíregyházi Gárda kiemelkedik a mezőnyből. A bajnokság végére ez a sorrend alakult ki, úgyhogy a harmadik Debrecen egy győzelemmel szerzett többet a negyedik Sunshine-nyiksénél, amely viszont 6 sikerrel jegyzett többet, mint az ötödik Békés Csaba. Kovács Tibor elégedett volt a csapat elmúlt szezonbeli szereplésével. Későn ért össze a csapatunk, ha összehasonlíthatom az előző év bajnoki keretünkkel, illetve a felkészülésünkkel, sokkal később álltunk össze, később tudtuk azt a minőségi munkát végezni, ami ehhez az osztályhoz is szükséges. Tavaly a HEP kupában is jobban szerepeltünk, most az idén nehezebb sorsolása, ugyan kicsit ha korábban kiestünk, de a realitásokat figyelembe véve ez volt a célunk, illetve hát a Kosárszövetségnek volt egy olyan kiírása, itt van egy olyan kiírása, hogy rájátszást írhat elő, amit velünk csak az utolsó pillanatban közöltek, hogy nem lesz rájátszás. Igazából azzal még talán egy helyet léphetünk volna előre, ami maximálisan szép lett volna, de én úgy gondolom a realitásokat figyelembe véve a lehető legtöbbet hoztuk ki a csapattal ebben a szezonban. Az elmúlt szezonban sok játék lehetőséghez jutottak a fiatalok is, akikre ide inkább számíthat a szakember. A csapatunk összekorosztétele elég vegyes, mert azért vannak 30 fölötti játékosaink, illetve vannak 20 év alattiak is. Itt a tanulás és az iskola elfoglaltság miatt azért az ő beillesztésük egy kicsit nehezebb volt. Nagyon lelkesek és maximális hozzáállással bizonyították azt, hogy helyük van a csapatban, és azért egyre többet ebben a játékrendszerben, amit mi képzeltünk el, és itt hagy köszönjem meg külön Szabics Bráninak a munkáját, mint játékos edzőként, az ő fanatizmusával, szakértelmével olyan irányba segítette a csapatunk munkáját, amit a fiatalok hol könnyebben, hol nehezebben vettek fel, de mint hogy az eredmény bizonyítja, az elmúlt két évben ez sikeresen működött. Az elmúlt hétvégén lejátszották a feljutásról döntő osztályozó tornát. A Cegléd Szolnok 2 pénzügyőr Soproni Tigrisek 4-esből a Cegléd került fel az NB1-B zöld csoportjába.